Drasztikus lépésre szánta el magát az EGRI önkormányzata a rezsiköltségek elszállása miatt. A településen bezárják a strandot, az úszodát, két színházat, valamint a kulturális központot is. Ugyanakkor a legnehezebb helyzetben lévőknek próbál segíteni a városvezetés. Eltörlik az önkormányzati ingatlanok bérleti díját, ami a kisvállalkozásokra is vonatkozik, valamint 2023-ban nem kell ingatlanadót sem fizetni. A rezsiköltségek ilyen mértékű növekedése évtizedek óta nem látott probléma elé állítja az önkormányzatokat, állítja Eger polgármestere. Mirkóczki Ádám éppen ezért egy átfogó tervet hirdetett, amely segíthet átvészelni a legnehezebb időszakot a rászorulók számára. A városvezető az energiaválság okán kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva hozta meg a december 31-ig érvényes intézkedések terveit. 2022. szeptember 1-től 2022. december 31-ig minden önkormányzati bérlakást, bérlőt mentesítünk erre a 4 hónapra a bérleti díj fizetése alól. A város így próbálja csökkenteni azok számát, akik a rezsidrágulás miatt elveszítik a fedelet a fejük fölül. Azokra a kisvállalkozásokra is vonatkozik ez a szabály, amelyek önkormányzattól bérelt helyiségben működnek. Emellett 2023-ra eltörlik a lakóingatlanok ingatlanadóját is. Mirkóczki Ádám számításai szerint ezekkel az intézkedésekkel összesen több mint 330 millió forint marad az egriek zsebében. A város egyúttal a kiadásait is megpróbálja csökkenteni, ennek érdekében a strandot, az úszodát, a két színházat, valamint a kulturális központot is bezárják. Ez nem egy hálás dolog erről beszélni, de nem szeretnék elmenekülni a tények elől. Én arra teszek javaslatot, és mi arra teszünk javaslatot, hogy a következő hónapokra ezeket nem az intézményeket, és nem magát a szereplőket, de az ingatlanokat be kell zárni, hogy nullás rezsit produkáljanak. A tervek szerint a jövőben tervezett rendezvények nagy részét lemondják, de a közvilágításon nem akarnak spórolni, és a bezárások ellenére senkit sem bocsátanak el. A polgármester által ismertetett csomagról egy hét múlva esedékes soron kívüli ülésén dönt az EGRI önkormányzat.